Ez valakinek fájni fog, de nagyon ezt már most mondom nektek. Sziasztok, én ennek Robi vagyok, és ebben a videóban animációkat fogunk megnézni. Régebben már megnéztük a világ legszomorúbb animációit. Ott így a videó előtt tudott gondoltam magamban, hogy pár animáció mégis kisírna, meg ki lenne tőle szomorú, és abban a videóban majdnem sírtam, na de most vidámabb vizekre fogunk evezni, és elvileg a világ legesleg viccesebb animációit fogjuk megnézni. Én így a videó előtt őszintén szóval nem sok reményt fűzök ezekhez az animációkhoz, és szerintem nagy eséllyel az lesz, hogy majd így nézni fogom őket, nézek így rátok, hogy aha, ez vicces? Mesélj még, aztán lehet nem így lesz, nézzük is meg. Nem tudom így előre, hogy ez hány éveseknek lesz való, lehet, hogy nagyon nem nekünk. Ez csak egy rövidke kis animációs szösszenet lesz. Ott egy madár ijesztő. Jött egy madár, és milyen ironikus, amikor a madár ijesztőt ijeszti meg a madár. Közben az egésznek így fordítva kéne lennie, tudod, és ez így megcsavarja az agyunkat, de mi nem hagyjuk. Figyelj, azért a madár ijesztő próbálkozott és megpróbálta visszaijeszteni a madarat, de hát ez nem jött össze. Hú, bekemény, itt bedurvul. Amúgy, ha engem így valaki megpróbálna megijeszteni, én inkább nevetnék, mint hogy ettől megijedjek, tudod? Én már ott leragadtam, hogy a madár ijesztő amúgy miért mozog. És miért él, tudod? De hát ez egy mese, ezért szépek a mesék, tudod, mert itt bármi megtörténhet. Aha, családbarát videó lesz ez is. Ugyanis az az ásó már véres. Bár ha jól láttam, paradicsomos ültetvények között vagyunk, és lehet, hogy az csak paradicsom lesz. Ki tudja? Ott van! Mondtam. Ujjúj! Szegény sehogy nem tudja elkapni ezt a madarat. Tuti lesz a végén valami frappáns kis befejezés, vagy esetleg valami tanulság, ugyanis rengeteg mesének hatalmas üzenete van. Ugye a korosztály, akinek száma van, nagyon gyakran nem veszi észre. Mi történt? Éjszakai módba kapcsolt a madár ijesztő, vagy mi? Jaj. Ezen nevetett most valaki? Aki igen, az légy, írja már le nekem, hogy ezen most nevetett. Ja, és itt a végén a... szegény madár. Próbálkozott, hogy tudja megijeszteni a madarat, nem jött össze sehogy, és egy véletlen folytán levágta a nadrágját, lecsúszott a nadrág, és a madár ijesztő kobrától ijedt meg a madár. Szóval szerintem nézzük is meg akkor inkább a következő ilyen rövidke kis animációnkat. Hát, ha az azért az jobb lesz, mint ez, bár ennél nem hiszem, hogy nehezebb lesz. Fú, de Simpson családos felhők ezek. Az ilyen felhőkről mindig valamiért a Simpson család jut eszembe, nem tudom miért. Na, pont aktuális, megy egy család strandra. Te, jól látom amúgy, hogy a családban senkinek sincsen szemöldöke? Figyeld már, hogy nyomják a parton a fekvő támaszt, tudod, bedurranyták a kis tricókat, bicókat, meg minden, hogy azért jól nézzenek ki ott a tengerparton. Az anyukának van szemöldöke a családban, nézd meg. A gyerek az apjára ütött. Na és megvan a tökéletes szabad hely. Az egyetlen amúgy, ha jól láttam, a gyerek már el is esett, lehet ezen kellett volna esetleg nevetni, nem tudom. Milyen ninjába tolja a kisrát, így megy. Na igen, nézzük. És már ki is fáradt, túl sok volt a ninjázás, már húzni kell. De még mindig nem értem, hogy hova tűnt a szemöldökük. Meg hogy az anyukának miért... Megjöttek a nagyik, és el fogják foglalni a helyüket. Nézd, az lesz, a helyért itt véres párbaj fog lezajlani. Nyomják a kis keresztrejtvény minden, már is foglalták a helyüket.
Figyelt, hogy oda nézett oldalra a kis nagyja, hogy azt a helyet szeretted volna mi? Hát nem lesz az a tied? Figyelj, most a nagyi tuti azt hiszik, hogy a apuka veri a gyereket, hogy valami, mert így hadonászik, vagy nem tudom. Azért az micsoda reflex volt, tiszta dude perfect. Te, az el fog téged bírni, főnök úr? Nem fog az összerogyni alattad? Nem? Te kétszer akkora vagy, mint az kb. A mesékben ne keresd a fizikát, meg ne keresd a logikát. Ez nem vicces, de ez nem idegesítő. Csak én szoktam mindig szenvedni az ilyen fóliákra, hogy így le kell húzni, és sosem találom meg a végét. Legalábbis nyugtassatok meg, hogy nem csak én. Léci. Ott random elszaladt egy gyerek. Ja, az a gyerek, aki ott nyomja a homokvárakat, meg minden. Te, ez a videó inkább fel fog engem idegesíteni. Csóri Palinak semmi nem jön össze, nemhogy nevessek ezen. Kifolyott. Szúnyog bele fog menni. Ez valakinek fájni fog, de nagyon ezt már most mondom nektek. Telébe minden borulni fog, az egész strand. Nem, azt hittem, hogy ilyen dominó effektusban mindent levernek. Ettől a videótól amúgy frusztrált leszek. Már figyelj, a nap is eltűnt. Hú. Ettől a zenétől tiszta ilyen akciófilm feelinge van. Mindjárt jön a gonosz. Azért hogy tükröződik a kopasz fején a nap. Milyen lassítások vannak, ez nagyon komolyan meg van amúgy csinálva, ezzel biztos baromi sok munka lehetett. Na, elkapod! Hiszek benned! Akkor ne! Na! Meg lesz az! Ott van! Sima! És bele a jogkurtba. Max? Max? De az a baj, hogy ezt inkább fájdalmas volt számomra nézni, mint vicces. Szóval át lettünk verve, srácok. A porszem az úgy miért mozog? Tehát ez milyen para lenne, ha minden egyes porszem, tudod, így mozogna folyamat, csak nem tudunk róla. És ez a mese így burkoltan át akarja nekünk adni ezt az információt, hogy felkészítse az emberiséget. Hát én nagyon jól elszórakozok ezekkel, ne viccelj. Olyanok, mint valami nyuszik. Fülük van, meg minden. Nem már, aki közösítitek őt. Na, ez is inkább mindjárt szomorú lesz, te. Ez miért vicces, inkább szomorú? Nem akarok szomorú lenni, haver! Mitől ijedtek meg egy? Csórik! Megjött a takarító nő a porszívóval! Szegény porszemeknek annyi lesz! Én még tudod, mit nem értek? Hogy egy ilyet kitaláljál! Ahhoz mennyi tudatmódosítószert kell fogyasztanod? Nem is értem. Ez hogy jut valakinek az eszébe? És vágod, volt ugye az a porszem gang, meg a másik porszem, akik kiközösítettek, és az most egyedül maradt, a többit pedig már felszívta a porszívó. Fú, rendes, beleélem itt most magamat, azt izgulok már. Legjobb haverja is eltűnt most. És ez miért vicces? Ez megint inkább szomorú. Most pedig bevetette a titkos fegyverét, a game kapcsot. Azt hittem már, hogy azzal belenyúl a konnektorba.
hogy valami nem kiúzza a porszívót, azaz. Hát jó erőben van azért az a porszám. Az a baj, hogy én még mindig nem értem, hogy ezeken mi volt a vicces, szóval ezek a mesék szerintem inkább ilyen kis aranyos mesék voltak, nem pedig viccesek. Aztán lehet, hogy ti nevettetek rajta, nem tudom. Na de ennyi is lett volna ez a videó, remélem, hogy tetszett nektek, ha igen, akkor mindenféleképpen dobjatok rá egy hatalmas nagy lájkot. A Facebook, illetve az Instagram oldalam ott van lent a leírásban. Ha még esetleg nem tetted volna, mindenféleképpen nyomd be a csengőt, és akkor mindig értesülni fogsz a legeslegújabb videóimról, és elsőként látod a legeslegújabb videóimat. Én Elek Robi vagyok, majd találkozunk egy következő videómban, addig is szevasztok!